Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt hölgyeim és uraim! Mi Békés megyében nem célként, hanem eszközként és lehetőségként tekintünk a 2022-es országgyűlési választási győzelemre. Eszközként tekintünk erre a győzelemre, mégpedig annak az eszközeként, hogy Békés megyéből 30 év után végre egy élhetőbb és szerethetőbb otthon tudjunk teremteni, mint amilyenné az utóbbi 3 évtizedben vált. Eszközként arra, hogy azokat az embereket, azokat a korrupt politikusokat, tehetségtelen és alkalmatlan politikusokat végre eltávolítsuk a közhivatalok éléről, akik ennek a megyének a vesztét okozták az utóbbi 3 évtizedben. De lehetőség is nekünk ez a választási győzelem arra nézve, hogy egy olyan új politikai generációnak nyissunk utat és teremtsünk lehetőséget a következő években és évtizedekben, akik a kiszolgáltatottság, a reményvesztettség, az elfelejtettség és a vegetálás 3 évtizede után a fejlődés és a rend új korszakát tudják megnyitni itt Békés megyében. Én a következő felszólalásomban erről az új politikai generációról, erről az általunk képviselt új politikai kultúráról szeretnék ezen ház falai között beszélni. Én mintát adhatok, vagy mintát adok ennek az új politikai generációnak, de az a közös munka, amit mi együtt és közösen elvégzünk a megyénk, a szülőföldünk és a hazánk érdekében nap mint nap, messze túlmutat az én személyemen, messze túlmutat a 2022-es országgyűlési választáson, messze túlmutat azokon a politikai alkukon, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelenleg regnáló kormánypárti többséget elmozdítsuk az állami főhatalomból, messze túlmutat Orbán Viktoron, és messze túlmutat a nemzeti együttműködés rendszerén. Sokkal többről szól ennél. Arról szól, hogy Békés megyének, ennek a több mint 300 ezer embernek a következő években és évtizedekben kik lesznek azok a választott vezetői, akik a rend és fejlődés politikájának alapvetéseit magukénak érzik, és a mindennapok gyakorlatában eszerint járnak el, és eszerint szolgálják a közösségeiket. Mert hogy ezek az emberek szolgálni fogják a közösségeiket, és nem uralkodni felettük, mint ahogy azok az emberek tették, akik az utóbbi 3 évtizedben oda juttatták ezt a megyét, ahová került. Ennek az új politikának a képviselői alázatos munkával fognak élen járni, elérhetőek lesznek a választók számára, figyelmes közszolgálatot fognak folytatni, az éró korrupció elvét fogják vallani, és olyan tiszteletreméltó magánéletet fognak élni, hogy a helyi közösségeik bátran és büszkén felnézhetnek majd rájuk. Akik ennek az új politikai kultúrának a megtestesítői lesznek a következő években és évtizedekben, azok az emberek a polgármesteri hivatalok épületeit nem láblógatásra, meg döjfösködésre fogják majd használni, hanem amikor minden áldott nap bemennek majd a munkahelyeikre, azzal a lelkülettel érkeznek majd oda be, hogy azon az adott napon is a legjobb teljesítményt kell kiadniuk magukból a saját helyi közösségeik érdekében. Ezek az emberek, ennek az új politikai kultúrának a képviselői nem fogják elfordítani a fejüket a bajba sodródott honfitársaik elől, amikor az utcán szembe jönnek velük és a segítségüket kérik, hanem azt fogják tőlük kérdezni, mi az, amiben segíthetek, és mindent tőlük telhetőt megtesznek, hogy meg tudják oldani a polgáraik problémáit. Nem csak 4 évente egyszer a választásokon fognak előkerülni, kuncsorogva, fenyegetőzve a szavazatokért, hanem minden körülmények között és mindenkor elérhetőek lesznek, és lehet rájuk számítani. Ezeknek az embereknek nem lesz áruk. Nem lesznek megvehetőek, és el fogják utasítani a korrupciónak minden formáját. És amikor arról van szó, hogy akár saját magukon felülemelkedve is, de a saját közösségeik érdekében kompromisszumot kell kötni, akkor kompromisszumot fognak kötni. Vagy ha egy felsőbb hivatallal konfliktust kell felvállalni, akkor fel fogják vállalni ezt a konfliktust. Mi felismertük azt a történelmi felelősséget, hogy csak ezzel az új lelkülettel, csak ezzel az új hozzáállással lehet pontot tenni ennek a 30 évnek a végére. Felismertük azt a történelmi felelősséget, hogy csak ezzel a politikai és emberi minőséggel lehet végre egy szerethetőbb és boldogabb Békés megyét építeni. Felismertük azt a felelősségünket, hogyha el akarjuk érni a céljainkat, akkor igenis búcsút kell mondanunk a múlt pártitkár és TSZ-elnök mentalitású embereinek. Mi egy szerethetőbb és boldogabb megyét akarunk építeni,
elindultunk ezen az úton, végig fogunk menni rajta. Akkor is végig fogunk rajta menni, hogyha egyeseknek nem tetszik, másoknak pedig nem érdeke. Végig megyünk rajta, mert nekünk Békés megye az első. Köszönöm, hogy meghallgattak.